Nak időt a nagy kőr is. A vezeték elrántotta a betonoszlopot. És ebbe az oszlopba végig benne van a villany. Ebbe az oszlopba benne van végig a villany. Megadta magát a nagy kőr is. Na majd mindjárt. Na, és akkor idáig bedőlt. Ott van a villanyvezetéket, azt vitte magával. Kidőlt a nagy kőr is. Itt rendet rakott. És éppen szerencsére pont nem jött erre senki. Pont nem jött senki. Ott kitörte a fákat. Vitte magával. Ez hatalmas ez a fa. Ez hatalmas. Hatalmas. Ez nem semmi ez a fa. Gyere Jani, álljál ide, létszi. Hogy mekkora mégis. Egy hatalmas kráter maradt a helyén. Tiszta üres a közepe. Tiszta üres a közepe. Hatalmas. Ez van vagy másfél-két méter átmérőjű. Arra végig. Ott a fiatal fákat mind kitörte. Hát ehhez majd kell fűrész. Jani, állj oda azért, az így körülbelül, hogy mekkora? Hát az ekkora ez a fa. Ez nem semmi. Ide majd kell fűrész. Ezt összedolgozni. Hát az nem tudom hány köbméter lehet, de ez kegyetlen nagy. Itt aztán rendet csinál. Villanyvezeték itt. Hatalmas. Hatalmas ez a fa. Úgyhogy lehet, mint aprítani majd. Hát lehet nagy fűrész, bizony. Ide méteres vezető bőven kell. Tiszta üres a közepe. Hát ez... Az meg engem úrkor. Kregyetlen nagy. Ja. Még az a szerencse, hogy erre aztán nem jött éppen senki. Mert annak vége lett volna. Na. Szavaztok.